amazing. A hangulat megint fantasztikus volt, hiszen ez mindig egy derbi, talán a legnagyobb Európában. Ráadásul jó kézilabdát játszottunk, hiszen a kontinens legjobb csapatai közül kettő a magyar bajnokságban szerepel, amire mindenki büszke lehet. Ma egy kicsit mi voltunk a jobbak, de ez még csak az első meccsünk volt ebben a szezonban a Szeged ellen. Tudjuk nagyon jól, hogy találkozunk még idén Szegeden, majd a rájátszásban és talán a kupában is, úgyhogy ez még csak a kezdete volt egy őrült szezonnak. A Veszprém Szeged olyan, mint Németországban a Nord Derby, a Flensburg és a Kiel között, én is rengetegen játszottam. Talán az egyik legnépszerűbb rangadó a kézilabda szeretők körében, de itt egy kicsit más a helyzet. Magyarországon a Veszprém Szeged sokkal fontosabb a szurkolóknak, a városnak, mindenkinek. Németországban a derbit azért fontos megnyerni, mert két pontot ér, amin sok minden múlhat, akár a rájátszás is. Itt viszont többet jelent ennél, egy érzést, azt, hogy melyik Magyarország legjobb csapata. Nehéz ezt elmagyarázni, de itt az érzelmek sokkal nagyobb szerepet kapnak. In Germany it's important because of two points. We have a little bit more concentration. Szerintem mi koncentráltabbak tudtunk maradni az utolsó 15 percre, ekkor kerültünk 2-3 gólos előnybe, ez döntött a mi javunkra. Yeah, and I'm actually really good. Nagyon jól érzem magam Veszprémben, elégedett vagyok. Ha az elmúlt flensburgi szezonjaimra gondolok, az teljesen más világ volt. Most itt állok, nem akarok meghalni, nem vagyok fáradt. Itt most játszok 15-20 percet, utána cserélünk, én pedig feltöltődöm energiával. Úgyhogy jelenleg újra kirobbanok az energiától. Hétfőn már meccsünk van. Néhány sört azért megiszunk, de első a pihenés.